tárjain tesz majd érkezik Budapest keleti Miskolci fejé szerencs felől a harmadik vágányra, és indul tovább Nyíregyháza a Debrecen Szolnokon át Budapest nyugati pályaudvarig. Új IC Plus kocsikkal érkezik az Intercity Tokajba. A nyíregyházi honállomású vagon számos kényelmi funkcióval és komfortos szolgáltatással várja az utazókat, melyek közül a világon is egyedülálló a kerékpárosok számára kompresszorral is felszerelt utastér. Nyíregyháza alpolgármestere a vonat bemutató útján arról beszélt, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen megváltozott a kötött pályás közlekedés komfortja és a szolgáltatások minősége is. A közlekedési infrastruktúra fejlesztés, ami a városunkban folyik már jó pár esztendeje, az egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az ide látogatók, akár turisták, akár bevásárolni igyekvők, azok milyen színvonalú szolgáltatást kapnak. Ez a kötött pályás közlekedésre is igaz, azt gondolom, hogy aki vonattal jön, és hallottunk egy számot, hogy 2,7 millió ember fordul meg Nyíregyházán évente, az nagyon-nagyon sok utazót jelent, hogy végre olyan kocsikkal közlekedhet, ami európai szintű, ami méltó Magyarországhoz, méltó a régióhoz, méltó Nyíregyházához. Hogyha fejlődni akarunk, akkor nyilvánvalóan meg kell adni azt a kényelmet az embereknek, ami jogos elvárásuk lehet az utazással kapcsolatban. Az új Intercity-vel európai módon, kényelmesen, klímával és wifi-vel ellátott kocsikban lehet utazni, mondta el a térség országgyűlési képviselője a Tokajból Nyíregyházáig tartó sajtóúton. Hozzátette, a vasút közlekedés fejlesztése a régió turisztikai fejlesztéseihez is kapcsolódik, és hozzájárul a térség vonzerejének növeléséhez. Nyíregyháza vasúti csomópont, hiszen a vasútnak köszönhette megyeszékhelyé válását, és most jó, hogy a MÁV Start ZRT megújítja az Intercity kocsikat, és gondolnak Kelet-Magyarország fejlesztésére, a kormány és a cég is. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy fontos az itt élő emberek életminősége. A másik pedig, hogy a turizmus nagyon dinamikusan fejlődik a megyében, Nyíregyháza és térségében, Rakamasz, Tokaj és térségében. Gondoljunk arra, hogy ha valaki Budapestről eljön, megnézi az állatparkot, vagy Sóstón pihen, vagy a Sóstói Múzeum falut megnézi, de úgy gondolja, hozza a kerékpárt, és a Nyíregyháza-Tokaj kerékpár úton tud tenni egy túrát, és Tokajból újra visszajöhet Nyíregyházára, hiszen kerékpár szállításra is alkalmasak ezek az új IC kocsik, nem beszélve arról, hogy egy nagy szabású uniós forrásból egy nagy szabású turisztikai fejlesztés is zajlik, nem csak Nyíregyháza és környékén, hanem Tokaj térségében. Az IC Plus járműcsalád 36. tagja is a MÁV Start ZRT szolnoki járműjavítójában készült. A tervek szerint mintegy 340 darabot gyártanak még a modern vagonokból. Ezek másodosztályú, több célú teres, valamint első osztályú, bisztró, vezérlőkocsi és fekvő- és hálókocsis kivitelben készülnek majd el, mondta el a MÁV Start ZRT szolgáltatás fejlesztési és értékesítési vezérigazgató helyettese. Már szeptembertől Nyíregyházát érintően napi 15 vonatban, 15 intercity vonatban fogják az utasok megtalálni ezt a korszerű klimatizált kerékpárszállításra is alkalmas kocsit. Ezt jövő év első feléig az összes Nyíregyházát érintő belföldi intercity vonatban megtalálható lesz. Ezt követően jövő év második felétől, áthúzódva 2022-re, megjelennek az első osztály bisztró és biznisz szakasszal rendelkező szintén Intercity Plus járműcsaládnak a tagjai. Tehát azt elmondhatjuk, hogy a jövő év végére minden Nyíregyházáról induló Intercity vonatban a mostanihoz képest jelentősen bővült emelt szintű szolgáltatásokkal találkozhatnak. A járműfejlesztések mellett a MÁV 2030-as stratégiai programjában a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal felújításával 160 km/h emelik a vonatok sebességét, így 2 óra 30 percre csökkenhet a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonalon az utazási idő.